A Fehérvár Entrones 2023-ban csatlakozik az Európai Szuperligához, az ELF-hez. Ez olyan kihívás, amihez komoly anyagi háttér is szükséges. Ebben jelent nagy segítséget a MET ZRT-vel most kötött 5 éves megállapodás. Amikor leültünk a tárgyalások során, akkor mi jeleztük, hogy ez az ELF indulás már készülőben van, de akkor még nem tudtuk biztosan, hogy ez sikerülni is fog. Azóta ugye már megtörtént a bejelentés, hogy az Fehérvár Entrones 2023-tól az ELF bajnokságnak a része lesz. És hát azt beszéltük meg, hogy nekünk ez az 5 éves együttműködés, ami ugye az ELF-nél is kötelezően 5 évet a franchise-nak alá kellett írni, ez arra fog szolgálni, hogy mi megszerettessük, minél több emberrel megismertessük az amerikai focit, és minél nagyobb sikereket érjünk el. A MET idén épp úgy 15. születésnapját ünnepli, mint az Entroners, de nem csak ez a véletlen egybeesés rendelte a klub mellé a céget, amely több 10 milliós nagyságrendben nyújt támogatást. Mind a ketten azt hiszem így a saját berkeim belül letettük a névjegyünket, és most a Európa meghódítása a cél az Entronersnek is, és a MET-nek, és ebben nagyon sok közös célt, meg nagyon sok közös értéket találunk. És emellett, ami még nagyon, nagyon érdekes volt, és nekem is itt az együttműködési út során bontakozott ki igazán, hogy milyen közösségépítő ereje és milyen közösségépítő folyamata van az egész klubnak, a klub körüli világnak itt ennek az egész történetnek, és ez igazán megsüvegelendő, azt gondolom, és egy ilyen dolog, mert én mindenképpen szeretnénk és öröm odaállni. Fehérvár polgármestere azért is örömét fejezte ki az amerikai futballcsapat és nagy szponzora megállapodása kapcsán, mert előremutató lehet más sportágokat tekintve is. A jövő az lesz, hogy az élsportból több ütemben, de az önkormányzatoknak, így Fehérvárnak is folyamatosan ki kell lépni. Ez akkor lehetséges, hogyha közben pedig a támogatók átveszik a helyünket. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a szükségképpen megnövekedő költségek egy részét már nem plusz összeggel a városnak kell biztosítani, hanem a támogatók kezdik tudni ezt megadni az Entrones fejlődéséhez. Az egyre biztosabb anyagi bázison Jamie Hill edző és csapata elkezdhet tehát készülni a következő nagy feladatokra, fókuszban persze a jövő évi kihívással. Nyilván az ELF keretnek a felépítése a legfontosabb, de mögötte is komoly tervek vannak, hogy az utánpótlás része a játékosoknak a megfelelő fejlődését biztosítsuk. El kell kezdenünk ősszel már mindenképpen ezeknek a kereteknek a felépítését, és hát a külföldi lehetséges játékosokkal vagy edzőkkel a tárgyalásokat. A Fehérvár Entroners idén is nyerhet még 2 trófeát, hiszen a HFL-ben elődöntőt játszik, a Central European Football League-ben pedig döntőt vív a Prágával július 23-án.